Műsorunkban riportot láthatnak Balás Péter Kónyi képviselővel, aki a település mellett található sertéstelepet érintő problémákról beszélt. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és engedjék meg, hogy egyúttal nagyon boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánjak önöknek és kedves családjuknak. Szeretnék egy pár gondolatot, információt megosztani önökkel a Kóny Határában elterülő Kiserdei Sertéstelepre kapcsolatosan, amely az elmúlt napokban újra aktuális témát szolgáltatott Koňkösség lakóinak. December 30-án este az egyik közösségi oldalra olyan fotodokumentációk kerültek fel, miszerint a Sertéstelepre bevezető úton, a 85-ös számú főútvonalról is nagyon jól láthatóan több elpusztult, elhullott sertés teteme került. Kihelyezésre, amely komoly aggodalomra adhatott okot, hiszen ezek a tetemek nem a telepen belül, hanem a telep területén kívül valóban az út mellett hevertek. A közösségi oldalon a fotodokumentáció alá kommentelők azonnali nem tetszésüknek adtak hangot, előkerültek régi és új sérelmek, de mindenki egyöntetően, egyhangúan az azonnali intézkedést kívánta, szinte követelte. Ekkor kaptam én is több személyes, illetve telefonos megkeresést. Nagyon sok teória, illetve gondolat felreppent a dolgok mikéntjéről, ezért december 31-én az év utolsó napján a reggeli órákban én magam is személyesen kimentem a, a telep mellé meggyőződni arról, hogy valósak-e az állítások, illetve a fotók, de azzal szembesültem, hogy valóban számos elhullott, elpusztult sertés teteme van valóban a telepen kívül az útszélén elhelyezve. Ekkor én azonnal értesítettem a Csornai Járási Hivatal Élelmiszerlánc Biztonság és Állategészségügyi Osztályát, akik még aznap délelőtt hivatalból kijöttek a helyszínre vizsgálódni, és a helyszíni állapotok megfeleltek a közösségi oldalra feltöltött fotódokumentációkkal, és hivatalból megindították az eljárást, amely tudomásom szerint napjainkban is zajlik. Természetesen a tetemek elszállításra kerültek az Atev fehérje feldolgozó gépkocsia által január másodikán. Na de ugye nem ez az egyedüli eset, amely a kóny határában, az uralkodó szélirányba épített sertéstelepben történt, amely megkeseríti községünk lakosainak életét. Ugye ez a sertéstelep több mint 30 éve itt működik. Nagyon sok lakossági megkeresést kapok, panaszt kapok a szag és egyéb hatások miatt. Mondhatni, hogy ebből kifolyólag az egyik legtöbbet, mivel Természetesen én is nagyon közel lakom a telephez, ezért különösen érintett vagyok a, a témában, bár ez mit sem számít, mert olykor kónyegész területén ezek a szakhatások érezhetőek, és a, a lakosság komfortérzetét jelentősen csökkentik. Ilyenkor a, a szellőztetés, a szabadban való teregetés szinte lehetetlen, vagy hatalmas kockázatokkal jár, szag kockázatokkal. Különösen a füllet nyári napokon, főként éjszakánként vannak, az éjszak, akik az éjszakai alvásnál inkább választják a füllet meleget, mint hogy szellőztessenek a beáradó bűz miatt. Voltak olyan családok, akik a rákcsálók megjelenésére panaszkodtak, illetve a fiatalabbak által lakott területeken olyan panaszokkal jöttek hozzám, hogy nem tudják gyermekeiket kivinni a friss levegőre sétálni, mert annyira erős az ammónia tartalma, erős a, a bűz. Ennek az esetnek a tanulsága az, hogy nem elég egyszer vagy kétszer bejelentést tenni, hanem ezt mindaddig folytatni kell, amíg a lakosság komfortézetét csökkentő tényezők teljes mértékben meg nem szűnnek, hiszen az állattartó telep üzemeltetése során az elérhető legjobb technológia alkalmazásával meg lehet, meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró szag és undort keltő anyagok kerüljenek a környezetbe. Ígérhetem önöknek, hogy ezután is bátran fordulhatnak hozzám bizalommal, és ígérem, hogy önökkel közösen ezt a problémát meg fogjuk oldani.